Horváth József a vendégem, köszöntöm nálunk. Ezért csókom, jó estét kívánok. Pár nap eltelt a merénylet óta, és most már elfogták az elkövetőket, tudjuk, hogy ki volt a vezetőjük, láttunk róluk felvételeket, közel 140 halálos áldozatról tudunk eddig. Még mindig nagy kérdés sokakban, hogy egyáltalán Oroszországban egy ilyen horderejű merénylet hogyan valósulhatott meg? Igen, ez egy fontos kérdés. Ilyenkor azért két dolgot érdemes tisztázni. Az egyik az az, hogy a titkos szolgálatok sok mindenre képesek, de csodát tenni nem tudnak. Tehát itt egy 12 milliós városról beszéltünk, egy olyan városról, ahol rengeteg vendégmunkás dolgozik, például a volt szovjet tagköztársaságokból, akiknek a jelentős része mondjuk muzulmán vallású is. Tehát itt ugye Tajik elkövetőkről beszélünk. Tadzsikisztán az egyik legnagyobb vendégmunkás kibocsátó, aki a volt Szovjetunió tagköztársaságból küldi az embereket. Tehát az, hogy észrevétlenül ezek az emberek odaérkezzenek, Moszkvában megjelenjenek, ez nem egy nagy kihívás. A... Ráadásul ugye nem a központban volt. Így ez van. a és, és a helyszín is nagyon fontos, amit ő mond, hogy a moszkvai körgyűrűn kívül, tehát a későbbi menekülés szempontjából is, mert a, a, még a szovjet időkből azt tudni kell, hogy amikor egyfajta zárás volt, hiszen Moszkva területére a Szovjetunióba akárki nem léphetett be, írásos papírok kellettek. Ez a körgyűrűn belül volt az a zártabb része a városnak a magja, és ehhez képest a biztonsági zárások is ehhez a infrastruktúrához igazodtak, és a záráson kívül volt, ezért aztán a menekülésüket is jobban meg tudták szervezni és elő tudták készíteni. Ja, az elkövetőkről is már viszonylag sok mindent lehet tudni, azt is megnevezték, hogy éppen ki volt a terroristák vezetője, és ő például arról beszélt, hogy körülbelül két millió forintnyi fizetséget kaptak volna, ezt viszont négyük között kellett volna ugye elosztani, ez egy ekkora terrorcselekmény esetében viszonylag kevés fizetségnek számít, vagy számíthat-e, nem tudjuk. Ez mindenképpen kevés, de ennél van egy nagyobb furcsaság ebben a történetben, ha megengedi. Az iszlám állam idáig zsoldosokat soha nem alkalmazott. Az iszlám állam toborzott, hithű meggyőződés. Hiten alapuló így van, Pontosan el. így van. Iszlám radikálisok, akik abban a hitben tették, amit tettek, hogy utána ők a mennyországba jutnak. Ezek, akik az iszlám állam megbízásából Végrehajtottak terror azok nem engedték magukat elfognitál, szalább desznám az egyetlen. Az összes többi vagy robbanó mellény visel, hogy az akció végén felrobbantsa magát, vagy tűzharcban akarnak elesni, hogy így jutnak a mennyországba. Az iszlám államra kicsit rákanyarodva, elvállalták, magukra vállalták, hogy ők voltak az elkövetők, aztán lehetett azt hallani, hogy nem feltétlenül, mert eddig is voltak olyan esetek, amelyet magukra vállaltak, ám de nem ők tették. Lehetett olvasni most a nemzetközi sajtóban is, hogy bebizonyosodott, hogy ők voltak? Mi lehet ebben az igazság, hogyha zsoldosokat eddig nem alkalmaztak? Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez a történetnek még messze nem látjuk a valódi mélységi információit. Itt egyoldalú, és azt is látni vélem, hogy tudatosan tálalnak elénk információkat, hogy ezzel mintegy befolyásoljanak bennünket, és kielégítsék az információigényünket. Ugyanakkor az iszlám állam kapcsán azért azt is látni kell, hogy ők, ahogy ön is mondta, sokszor vállalnak be olyan akciókat is, amivel az nekik vajmi kevés közük van. Itt is ugye van egy olyan furcsa összekötő, aki ezzel a négy ember, Errel tartja a kapcsolatot, és ilyen szellemszerűen föltűnik vagy nem tűnik föl, nem tudnak személy leírást adni róla. Tehát számtalan olyan ö, dolog van ebben a... Ö, történetben, amit még nem látunk kristálytisztán. Tehát nem látjuk még a motivációt sem akár, mert ahogy ön is mondja, két millió forintért azért józan eszű ember tömeggyilkosságot nem hajt végre, vagy nem engedi azt, hogy élve fogják el utána. Pláne, hogyha csak a de az enyém, minden esetre az egyik uh, vallomás, az úgy szólt, hogy az illető március 4-én érkezett Oroszországba, Törökországból, és arról beszélt ez a férfi, hogy kiképzésben részesült az esemény előtt, az akcióhoz minden eszközt biztosítottak számukra, elmondták, hogy az a feladat, hogy bemegy az épületbe, és aki tud, lelő, lemészáról. Na most ez nem csak Oroszországra célzottan kérdés, de bármelyik országban hogy valósulhat meg fű alatt egy ilyen jellegű kiképzés, ahol még ezek szerint az éles eszközök is a rendelkezésükre át. Hát azért a világnak számos olyan pontja van, ahol az iszlám radikálisok Fekete Afrikától a közel-keleten át, közép-ázsiáig el tudnak rejtőzni, és egy-egy ilyen kiképző táboruk azért hosszú ideig úgy tud működni, hogy vagy a helyi hatóságokat korrumpálják, és nem ellenőrzik őket, megfelelő fedést alkalmaznak, vagy pedig nem ismernek a közelükbe menni, hiszen a helyi hatóságok tudják azt, ha oda mennek, akkor adott esetben egy tűzharcban ők is áldozatul eshetnek. Tehát megvannak ezek a világnak eldugott, vagy kevésbé eldugott pontjai, ahol jelenleg is folynak például ilyen kiképzések. Horváth József, folytassuk innen a beszélgetést, mert most Kapcsolunk Túróci Rihárthoz, rádiós műsorvezetőhöz. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Szép estét, üdvözlöm a nézőket is. Mert amit lehet tudni, hogy ön az év egy részét, mint egy felét Oroszországban tölti, mi is már beszélgettünk úgy, hogy kint volt Oroszországban. Innen talán adódik a kérdés, hogy barátok, ismerősök, akár családtagok mit mondanak a helyszíni beszámolók, miről szólnak, milyen információk jutottak el önhöz. Az első is legfontosabb az, hogy a legerősebb gondolata most minden ismerősömnek az hogy a közép-ázsiaiakat, nem csak a tárgyikokat, hanem a közép-ázsiaiakat, akik úgy néznek ki, mint mondjuk potenciális társikok, vagy kirkizek, őket védeni kell. Mert óhatatlan, hogy lesz néhány olyan ember, aki kinézetre elkezd kötekedni, beszól, elkergeti őket, menjetek hazat, takarodjatok haza, amit kerestek itt. És egyrészt az emberek erről beszélnek, hogy ezt nem szabad megengedni egy sok nemzetiségi országban, és mindent el kell követni azért, hogy azért, mert a tácsikok között volt négy hülye, az nem azt jelenti, hogy mindaz. Tehát egymást, egymás oda kell figyelni, és meg kell őket védeni. Különösen úgy, hogy ezek az emberek azokat a munkákat végzik el, amelyeket mondjuk Magyarországon a Fülöp-szigetekiek, vagy az ukránok. Tehát tácsikok nélkül nem lenne építkezés, tácsikok nélkül nem lenne, mi úgy mondanánk, giroszos, de Oroszországban a saurmának hívják. Tehát, hogy ezek a, a nagyon olcsón, vagy nem helyes, azt mondanám, hogy nagyon egyszerű munkákat ezeket ő, jellemzően ők végzik, és közben Oroszországban óriási munkanélküliség van. Tehát nem lehet azt megengedni, hogy ezeknek az emberek, már csak racionális okok miatt sem az emberieken túl, nem lehet azt megengedni, hogy... Úgyhogy nagyon érdekes, de a legtöbb ember most erre gondol, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hogy ne legyen belül feszültsége miatt. És azokat, is, azokat az információkat is lehet olvasni, hogy a, az elhunytak családtagjai, azok nem csak az elnök bejelentése alapján kapnak meg mindenféle támogatást és segítséget, hanem már most elkezdődött egyfajta. Nem biztos, hogy jó használat, de kárenyhítés vagy kárigény felmérés, és próbálják kárpótolni a családtagokat. Erről mit lehet tudni pontosan, hogy miben tudnak nekik segíteni? Sorolok néhány adatot, és most elnézést kérek, de nekem lesnem kell. Moszkva és a Moszkva környéki vezetés a sérülteknek és az elhunytak családjainak 500 ezer és 3 millió rubel közötti összeget fog fizetni. Pénzügyi támogatást is nyújtanak a sérülteknek, 1 millió rubelt fizetnek azoknak, akik kórházban vannak, 500 ezer rubelt azoknak a sérülteknek, akik járó kapnak kezelést, felnőtt korúkig havi rendszeres kifizetést kapnak azok a gyerekek vagy gyermekkorúak, akiknek az apja vagy az anyja meghalt a tragédiában. Aztán, uh, Saman orosz énekes, lehet, hogy még rá később visszatérünk, mert eredetileg az ő koncertjét célozták meg a terroristák. Ő egy olyan fiatal srác, aki több tehetségkutatóban szerepel, de nem ért el nagyon semmit, pedig nagyon jó hangja van. De a speciális katonai műveletnek hívott akció kezdete óta, a hazafias dalokkal ő nagyon nagy sztár lett, és a propagandának ő, ő különösen kiemelt kedvence. Ezért ésszerűlet volna, hogyha ott, ott éri a támadás a, a vendégeket, valószínűleg ez volt a terv, mint kiderült, és, és aztán végül túl nagy volt ott a jelenlét, a rendőrség, a hadsereg mindenki, és azért nem támadták végül azt a koncertet meg, hanem egy másikat, szóval, hogy ő felajánlotta, hogy az összes elhuny temetését kifizeti. Aztán vannak még olyan hírek, hogy, és ebben adatok inkább, ez így pontos, hogy több mint 11 ezer valantyor az az önkéntes 11 ezer, önkéntes nyújtott segítséget, és dolgozott azokon a helyeken, ahol az ország, egy hatalmas országról beszélünk, különböző pontjain emlékhelyeket hoztak létre, és nagyon nagy tömegek gyűltek össze, és vittek virágot, püsmacikat, mi egyebeket. Azt mondja, hogy 11.822 donor adott, 11.822 donor adott vért szombaton és vasárnap, 4.642 liter vér lett be ebből, és 1.130 liter plazma akkor a repülő a légitársaságok ingyen adtak repülőjegyet a családtagoknak, az összes oroszországi bank elengedte a, a hitelét és mindenféle tartozását mindenkinek, aki megsérült. Tehát, hogy amikor egy nagyon nagy ország megmozdul, az így néz ki. Kicsit úgy tűnik, mintha nem csak nevekben, hanem valóban megreszte volna az orosz társadalmat ez a mostani merénylet. Igen, abszolút. Már csak azért is, mert hogy egyrészt nagyon-nagyon régen volt terrortámadás pláne ilyen Oroszországban. Másrészt hát meg nyilván van egy olyan felfokozott állapot, immár most már két éves, sőt, ha nagyon igazságosak akarunk lenni, akkor tíz éve a Donbasszal együtt, ami miatt mindenki azzal kezdi a napját, hogy a, a Telegramot nézi, meg megnézi az ismerősei, mit írtak, meg életben vannak-e oda át a határ másik oldalán, mert ugye nagyon sok a közös rokoni száll Ukrajna és Oroszország között, hiszen ez régen egy ország volt, tehát hogy rengeteg olyan, olyan eleme van ennek, hogy most ez nagyon, nagyon, ez még a különösen minden terrortámadás a Bataklántól kezdve az összes, ugye egy tragédia, és minden egyes alkalommal, minden társadalomban ez a folyamat hasonlóképpen zajlik le. Itt az a helyzet, hogy az attól különleges, hogy közben van a különleges, illetve speciális katonai műveletnek hívott esemény. Torva Cirihárt, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm. Mi pedig folytatjuk a beszélgetést Horváth Józseffel, Medvegyev, Vladimir Putyin, több katonai vezető is véres megtorlást ígért. Úgy fogalmaztak, hogy mindenkit levadásznak, aki valamilyen módon érintett az ügyben. Mire lehet számítani akár országon belül, aztán majd kicsit kiebb? Hát itt nyilvánvaló, hogy alapvetően arra kell számítani, hogy első körben az orosz biztonsági szervek, az orosz bírósággal karöltve meg fogják állapítani, hogy ki volt a megrendelő. Mert itt nem az a kérdés, hogy ki húzta meg a ravaszt, hanem kifizeti a révészt. Tehát a megrendelő, és ottantól kezdve lehet majd ezt a fókuszt oda irányítani, hogy az orosz biztonsági szerveket ráküldik erre az országra, a terrorszervezetre, bűnözői csoportra, aki mögött meghúzódott, és onnantól kezdve indul meg ez a fajta művelet. Lehet olvasni, hogy többen amerikai sugallatot vagy javallatot vélnek felfedezni a merénylet mögött, hiszen ha kinek az érdekében állt Oroszországot meggyengíteni kérdést feltesszük, akkor az elsődleges válasz, talán Amerika ez mennyire racionális? Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem az. Az amerikai szakértők és szerintem a politikusok jó része is az a tisztában van, hogy ha amennyiben Oroszországot egy ilyen pusztító terror támadás éri, az egyrészt összezárja a társadalmat, másrészt az oroszokban egyfajta dühöt vált ki. Tehát én azt gondolom, hogy ez minden szolgálna, csak az amerikai elnökválasztás előtt adott esetben akár a háború eszkalálását, egy keményebb orosz katonai fellépést, az semmiképpen, és emlékeztetnék arra, hogy éppen az amerikaiak a kis szivárogtatták, hogy Zelenszkijt arra kvázi utasították, hogy orosz energetikai létesítményeket ne támadjon, mert ha a kőolajára fölmegy, az amerikai Egyesült Államokban nem lesz jó az embereknek. És a kievetért támadás, illetve a moszkvai merénylet között van-e összefüggés, lehet-e ilyet felfedezni? Hát nem tudjuk, hogy van-e összefüggés, de az oroszok kezében most egy... egy az időzítés árulkodó, sokak szerint. Igen, az is lehet, illetve az is lehet árulkodó, hogy Ukrajna irányába menekülnek és Putyin elnök már azt is tudni vélte, hogy az ukrán határt megnyitották, hogy át tudjanak menni a határon, és én azt gondolom, hogy ennek a kvázi színdarabnak az is fontos eleme volt, hogy a csecsenekkel fogadták el ezeket a terroristákat, és utána Putyin elnök mindenkit nagyvonalúan, hogy itt is haltuk, megjutalmazott, kitüntetett, előléptetett, tehát én úgy gondolom, hogy egyfajta forgatókönyv már az oroszok fejében megvan, és a következő hetekben akár látjuk azt, hogy hogy építik fel, és hogy e, irányítják majd azt a haragot, vagy e, azt a megdöbbenést, amit most itt hallottunk, akár egy ukrán ellen is. Csak egy rövid kérdés a beszélgetés végén. Ha eddig az orosz vezetés mindig úgy nyilatkozott, hogy csak akkor támadunk más országot, nato bárkit, hogyha bennünket bántanak, akkor most ez a merénylet volt a vörös posztó? Hát e, igen, én azt gondolom, hogy simán lehet az, hogy ezek után az oroszok egy sokkal keményebb katonai műveleteket indítanak meg a nem túl távoli jövőben ukrajnai frontvonalon. Horváth József, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is.